A következő kísérletünkben azt próbáljuk megvizsgálni, hogy két szilárd anyag között lejátszódhat-e kémiai reakció. Pontosabban az ólomacetát, amely láthatjuk egy fehér színű szilárd anyag, illetve a kálium-jodid segítségével, amely szintén egy fehér színű anyag. Mind a kettőből egy fél kis kanálnyi anyagot beleteszünk egy kristályosító csészébe, és összekeverjük ezt a két anyagot. Összekeverés után megvizsgálhatjuk, vagy megállapíthatjuk, hogy a két anyag között semmilyen változás nem történik. Ami annak tudható fel, hogy a részecskék rögzített hely, vagy helyhez kötve rögzítve vannak, és nem tudnak kimozdulni a rács szerkezetükből. Nézzük, mi történik abban az esetben, ha ehhez az összekevert keverékhez egy pár csepp desztillált vizet adunk. Pillanatszerű gyorsasággal végbe megy a reakció, és a két anyag egyesülve, vagy kémiai átalakulás során egy ilyen sárga színű csapadék keletkezik.